Szeretettel köszöntök mindenkit a Révai Miklós Gimnázium laborhonlapján. Engem Bognár Gergelynek hívnak. A mostani kísérlet sorozatunkban kijöttünk a laborudvarára, és itt fogunk különböző kísérleteket megnézni a lendületfennmaradás törvényével kapcsolatban. Nyilván nem véletlenül jöttünk ki, mert a kísérletek vizesek lesznek, illetve majd látni fogjátok, hogy nagyobb helyet igényelnek, mint egy szűk labornak a termei. Ebben az első kísérletben egy speciális eszköz, egy úgynevezett Zegner kereket fogok bemutatni. Ez a Zegner kerék, ez folyadékkal tölthető meg, a folyadék pedig két kicsi lyukon áramlik majd ki ebből az üvegedényből. Hogyha kiáramlik a két pici lyukon az üvegedényből, úgy lesz egy vízszintes irányú sebesség komponense a víznek. Ez a vízszintes irányú sebesség komponens azt eredményezi, hogy a lendületfennmaradás törvénye értelmében a Zegner kerekünk el fog fordulni. Hiszen a kiáramló víznek a lendülete és a Zegner kerék lendülete meg kell, hogy egyezzen egymással. Nézzük magát a kísérletet. Óvatosan kell a vizet beletölteni. Szépen látszik, hogy a feltöltött Zegner kerék forgásba jön, ahogyan a víz kiáramlik belőle, ugye elkezd pörögni. Azért fordult meg visszájára az Zegner kerekünk, hiszen a fölfüggesztés az nem bír akármennyi csavarodást el, emiatt pördül és visszafel tulajdonképpen maga a kerék. Ha újból vizet töltök bele, akkor a folyamat ismételten végbe fog menni, hiszen a nagyobb magasság az nagyobb kiáramlási sebességet fog eredményezni, a nagyobb kiáramlási sebesség pedig újból meg tudja hajtani egy darabig természetesen, amíg a magasság nem lesz túl kicsi, a Zegner kerekünket. Zegner kerékkel nem csak ilyen módon találkozhatod, hanem például az elektroszatikában a Van der Gabriel-nál is kötöttünk egy Zegner kereket, amikor a csúcshatást vizsgáltuk. Zegner keréknek nevezünk minden olyan eszközt, amely forgásba jön a lendületfennmaradás törvénye értelmében, annak segítségével. Maradjatok velünk, mert hamarosan olyan videókat is láthattok itt a honlapon, amelyek még látványosabban demonstrálják számunkra a lendületfennmaradás törvényét.